Milyen tisztelt harcosok, klubjatagok! Én rendszeresen tartok itt előadást, tehát erről a témáról szeretnék beszélni, hogy a betegklubok, betegszervezetek és az önsegítésnek mik a lehetőségei, és az előadásnak a fő címe az, hogy a rákbetegség és a civil segítés. A 21. században a tömegesen elterjedt betegségek megelőzése, felismerése, gyógyítása és a betegek rehabilitációja már nem redukálódhat a beteg és az őt közvetlenül elhívhatott egészségügyi szolgálat viszonyára. Merem ezt mondani azért, mert az természetes, hogyha valaki beteg, akkor betegségével az orvosának kell foglalkozni, de az orvostudomány eredményeinek többsége az egészségügy keretein belül jut el a lakossághoz, legyenek azok akár betegségmegelőző felismerés, gyógyító tevékenységek. Tehát az orvosnak és a betegnek a viszonya az egyértelmű, hogy továbbra is megmarad, de ez a viszony bővül. A hosszantartó krónikus betegségben szenvedők számára az egyszerű orvos-beteg kapcsolatot ma már ki lehet, és ki is kell egészíteni a civil segítő lehetőségek igénybevételével, tehát az orvosnak és a betegnek a civil segítők azok próbálnak valamilyen segítséget adni, hogy a beteg könnyebben megküzdje a betegségével. A betegek civil segítését szolgálják a betegklubok, betegszervezetek és az önkéntes segítők. Mit tudnak hozzátenni a betegember gyógyításához, illetve betegsége megelőzéséhez, időbeni felismeréséhez és a megküzdésben való segítéshez ezek a szervezetek? Hát az időt betegség egyensúlyban tartásának a lényege, hogy sokáig tart, és sokszor szigorú szabálykövetésre kényszeríti a beteget vagy buzdítja, és emellett a beteg sokszor magára van hagyva a javajájával. A betegklubok és betegszervezetek önkéntes segítők a lehetőséget adnak, hogy a beteg megtapasztalja és érezze. Betegségével nincsen egyedül, másnak is van ma hasonló baja. Az hogyan küzd meg. Mások is vannak hasonló helyzetben. Meghallgathatja mások tapasztalatait. Könnyebben el tudja így fogadni a esetleges korlátozásokat, és aktívan tud részt venni az orvosi egészségügyi gondozásban. Ez végtelen fontos, hogy a beteget kihozunk a passzivitásból, hogy azt mondja, hogy kérem, tessék engem meggyógyítani. Önélkül nem tudjuk. Egy beteget meggyógyítani csak akkor lehet, ha ő is aktív résztvevője a folyamatnak, sőt a legfontosabb résztvevője a gyógyításnak a beteg. Ebből nem szabad engedni, hogy kimozduljon, és ezért kell mindenképpen a depresszióból kihozni, hogy próbálja együttműködni és próbálja a megküzdést. A betegklubok a hasonló betegséggel élő rendszeres találkozására adnak lehetősége. A tagok általában havi gyakorisággal találkoznak, hát mi tartósan klubjában évente 4-szer, ez nem olyan gyakori. Részben egy-egy előadót hívnak, és interaktív beszélgetésekkel értékelik egymás gondjait és aktuális gondjait. A betegszervezetek szélesebb körben dolgoznak, ők népszerűsítik a betegség elkerülésének lehetőségét, mozgósítanak a korai felismerés szolgáló szűrővizsgálatra, szervezik a betegklubokat, és egyéni tanácsadás lehetővé tevő telefonos szolgálatot is működtetnek. Mindezek mellett a beteg szervezeteknek érdekvédelmi lehetőségei is vannak. Részt kívánnak venni az ő ellátásokat élő döntések előkészítő munkáiban, de részt kérnek maguknak a döntések eredményeinek értékelésében és ellenőrzésében is. Sajnos még mindig az a divat, hogy a betegek, az időt betegek ellátásával kapcsolatos dolgokról az ellátók egymás között beszélnek, és elfelejtik rendszeresen meghívni azokat, akikről az egész dolog szól. Márpedig az Európai Betegek Szervezete azt a szólást, azt a szlogent tűzte a zászlójára,
hogy nélkülünk, rólunk semmit. Vagy semmit sem rólunk nélkülünk, ez így jobban hangzik. Semmit sem rólunk nélkülünk. Tehát nagyon fontos, hogy be kell vonni, és a beteg szervezeteknek igényelni kell, hogy a döntés előkészítők, a döntéshozók számítsanak rájuk, hallgassák meg őket, és vegyék figyelembe azokat a speciális problémákat, amiket csak ők ismernek. A többiek csak kívülről gondolják. Figyelemi felhívó eseményeket, akciókat szerveznek a beteg szervezetek, hogy a betegség problematikáját ismertessék meg az egész társadalom egészségével. A rák az nem csak az egészségügy problémája. A rák az nem csak a beteg problémája. A rák az egész társadalom problémája. A rák az egész világ emberiségének problémája. És nem szabad, hogy azt mondják a döntéshozók vagy bárki, hogy le kell redukálni ezt azokra, akiket közvetlenül érint. Ha azt akarjuk, hogy minél kevesebbet érítse, sokkal szélesebbre kell tárni a kaput, és sokkal szélesebbre kell tárni mindenkinek, akinek lehetősége van beleszólni, hogy mi legyen, hogy legyen, mennyiért legyen, honnan legyen, ebbe bele kell szólni, és bele kell hagyni, hogy szóljanak azok, akikről az egész szól. Honlapot, Facebook oldalt tartanak fent a betegklubok, folyamatos információáramlást is segítenek elő. Az önkéntes segítő tanfolyamokat is tartanak, hogy egyre több legyen a képzett, segíteni tudó önkéntes. Gondoskodnak a kiképzett önkéntesek munkájának szervezéséről és az önkéntesek továbbképzéséről. Az önkéntes miben segíthet? Sok mindenben. Segíthet a gyógyintézetben való eligazításban. Segíthet a problémák megbeszélésébe, segíthet a mindennapi élet megkönnyítésébe. Nagyon fontos, hogy legyenek önkéntesek, és ezek az önkéntesek legyenek elismerve, hogy az egészségügyi intézmények szerződést kössenek velük, hogy bemehessenek, hogy segíthessék a munkájukat, ne eltűrt emberek legyenek, hanem olyanokra, akikre segítenek, akikre számítani lehet. Tartják a kapcsolatot a gyógyító szakmával, közös eseményeket szerveznek továbbképző célból, orvosoknak, nővéreknek és egyéb szakdolgozóknak, ez még mindig a betegszervezet feladata. Orvosok továbbképző tanfolyamokat nagyon fontos tudni, hogy főleg ezekről a kérdésekről van szó, hogy hogyan értjük meg egymást. Hiszen a Magyar Rákellenes Liga most is végzett egy közvéleménykutatást, több mint 400 beteget kérdezve meg, hogy hogyan látták el őt az orvosok, és amikor azt kérdeztük, hogy a betegségével vagy ővel foglalkoztak, 40%-a azt mondta, hogy neki csak a betegségével foglalkoztak, de ővel nem. Tehát a tárgyesetben tett beteget kell valami módon megelőzni. Kiadványokat adnak közé a betegségről, a megküzdés segítéséről, betegjogi fórumokat szerveznek a betegjogok érvényesüléséről, felmerülő gondok megoldásáról, hiszen ha a betegek nem tudják, hogy nekik milyen jogaik van és hogy azokkal hogyan kell élniük, akkor nem tudják kiharcolni maguk annak, hogy a betegjogok figyelembevételébe folyjon az ő ellátása. Országosan megemlékeznek a betegszervezetek rákellenes világnapról, a nemzeti rákellenes napról. Eseményeket szerveznek a férfiak egészségének hete, a prostatarákkal való megküzdés hónapja, a mellrák probléma megoldása országos és helyi szinten, ezekkel a figyelemfelhívó sétákkal, hiszen tavaly csak a Magyar Rákellenes Liga 39 magyar városban rendezett figyelemfelhívó sétát a mellrák megelőzésével kapcsolatban a rózsaszínű gyömbökkel. Az önkéntes segítők személyre szabott tanácsokat adhatnak, és segíthetik a beteg tájékoztatását az egészségügyi ellátás rendszerében, a tájékozódását, nem tájékoztatását. Az önkéntesek személyes példát mutatnak a bizonytalan vagy bátortalan új betegeknek. Látható, hogy ezek a társadalmi önkéntes formációk hatásos segítséget tudnak adni mind a betegeknek, mind az ellátóknak, hogy az együttélés a betegségben, illetve a megküzdés eredményes legyen.
szorgalmazzák, hogy a közösséghez tartozó pozitív élmény is kialakuljon a betegek körébe, mert egyedül nehéz együttködni. Hát ezek a rákellenes liga elérhetőségei, de hogy megmutassam, hogy vannak ám nekünk betegklubjaink a harcosok klubján kívül is, ezek csak a budapesti beteg szervezet klubjai. Ezekhez mindegyikhez hozzá lehet férni, akár a honlapon, akár a Facebookon, és mindenkit szeretettel várunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak, és most van műsoron kívül egy kihirdetni való feladatom. Munkatársam Szilvia idejött, és mondta, hogy hívja fel a figyelmet, hogy a Magyar Rákellenes Liga és az Országos Onkológiai Intézet közösen ingyenes koncerteket próbál szervezni az Onkológiai Intézetben a betegek és az Onkológiai Intézet dolgozói számára.